Szóval, sziasztok emberek! Ma Andit fogjuk megcsinálni, mármint hogy agyagból, Ajdával. Hello! Mit szóltok ehhez? Mit szóltok ehhez a jó dologhoz? Most bevágom, hogy melyik képről fogjuk levintázni. Te jártál kerámia oktatásra, igaz? Igen, így van. Na, hát akkor... Hasonló, mint a mézes kalácsunk. Akár hiszitek, akár nem, de ez itt Andi, csak még éppen nincsen sehol. Hogyan működik ez amúgy? Hát... Szerintem vizes kézzel kéne belenyúlni. Fúj, de undi! Tratj mag! Hát ez igen. Hozzunk kellett volna papírt. Az az igazság, hogy már annyira nem emlékszem rá, hogy... Biztos, hogy mi ezt akarjuk megcsinálni, szerencsétlen Andi. Először szerintem a fejének a méretét pakoljuk össze. Igen? Itt van, mert leragad az aljára. Csak megcsináljuk valamennyire Andi fejét. Ez még kemés lesz. Andinak nem ilyen kicsi a feje. Jó, de most akkor rendes fejvéket csinálunk. Hát, figyelj! Ahogy kijön, én azt mondom, ahogy kijön. Andikám, de jó fejed lesz. Oda néz, ez lesz itt az orra. Fú, most akik amúgy értenek ehhez az egészhez, azok hogy ki lehetnek? Mit csinálnak? Úristen! És van eszközünk, amivel megcsináljuk az arcát? Mi? Hát itt az ujjam. Aha! Mennyi kellene még? Hát miért? De Andinak ekkora a feje? Egyre nehezebb tartani. Hát kell helyezkednem, át kell helyezkednem. Hát, várjál, hát ez nem pont olyan, mint Andi feje. De egész jó, hogy... Igen, ez mit? Az orra. Igen. Akkor kis hajat rakunk még. Ez lesz a haja? Ugyanolyan, mint a többi része a fején. Jó, várjál. Csak úgy megsúgom. De várjál. Mi van? Hát mint a mézes kalácsunk. Nem. Andinak ilyen kicsit olyan... Heftis orra van. Pisze orra van. Nincs is pisze orra. Gusztustalan! Pisze haja. Nagyon csúlya! Várjál, elvett a kép. Kellene homlok is neki amúgy. Itt már gyúrom a homlokát. Az. Ahogy nagyon szomorú tekintetű lány lett most ez az Andi. Várj, ajkakat hogyan kell csinálni? Ez eddig eléggé durván néz ki. Mint valami jövős ember. Tényleg. Nagyon csúlya! Úristen, te ronda! Nézd meg, milyen jó ornyerget csináltam Andinak. Mi? Mit csinálsz? Elrontod! Nehogy rontom! De az orrát, azt ne piszkál! Nem, az orrát nem nyilok. Az orra az a legszebb része. Kívítek neki homlokot, mivel nincsen. Ez egész Andi pofája lett. Nem, amúgy, de... Lehet, hogy más lesz belőle. De azért annyi izé legyen, hogy az orrot azt én csináltam. Nézzétek, csak orjuka is van. Azt az orjukat én dolgoztam ki. Én itt egy magam. Én itt a kamera mögött. Olyan, mint hogyha nem lenne szája, ez nagyon creepy. Legyen mondjuk ilyen szürrealista? Nem, legyen mondjuk olyan tökéletes. Ott itt az orra alatt azért, az orrára figyelje, de amúgy nagyon, nagyon hegyke kis. Hegyke kis szobrocska lett. Hegyke kis szobrocska lett, igen. De amúgy de olyan szomorú arca van. Hát te még nincs szája. Van szomorú szegény. Nem szomorú. Nincs szája. Hm. Ja, karalincsál neki egy ilyen vigyort. Jutj! Na, hát mindjárt jobb. De ilyen kétségbe esett, hogy Na ide nézzetek, én elgyengedtem el a dolgokat rajta. Várjál egy kicsit. Amúgy egész jól néz ki, nem? Ugye? Igaz, hogy Andira pont nem hasonlít, de akárki másra igen. Ó, Isten. Mi a baj? Még nincsen kész, igen? Nem. Hát igen, nincs. Csukd be a szádat. Egyébként szerintem ez nagyon szép arc. Csak nem az Andié még. Lehet, nem is lesz. Andi, elloptuk az arcodat. Nincs is haja, se szeme, tehát még eléggé durvin néz ki. Már hogyha nagyon ráerőltetem magamat, akkor kinézem belőle az Andi. Ez tényleg baromi jó lett. Nem tudom, kamerán átjön-e, de ez én, na. Várjál. Azt meg mi akar lenni? Nem tudtam eljönni, hogy mi az. Úristen! Jaj, te gülő! Úristen! Mi az? Most mit nevetett ki? Olyan, mintha be lenne csukva a szeme. Akkor be van csukva a szeme! De hát az jó, nem mondtam, hogy rossz. Lehet, hogy valakinek megformáltuk az arcát, úgyhogy nem is tudjuk, hogy ez az ő arca? De creepy! Próbáld meg! Frizurát nyomok neki mindjárt! Igen, ahogy ez egész jó így, egész jó. Csak próbáld a tetejét elformálni. Pakkerusz, hát ez már egy arc! Nézd meg, még a kamera is fölismeri, hogy ez egy arc. Igen? Esküszöm, hát ott van rajta, nem?
Hát tényleg, lol, 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 le is ülök. Úgy kéne csinálni, hogy itt a haja valahogy így menjen, nem? Leveszünk az agyából. Leveszünk egy kicsit a hátuljából, és ott... Jaj, nem haragudj. És becsuktad a száját. De amúgy ez tényleg, ez nem Mátyás király? Amúgy véletlenül. Yeah, hagyjra mondom. Mátyás, hát vizu! Andinak készült, Mátyással zártuk. Hát és... Andinak mondjuk szerintem egy kicsit kerekebb a feje, de... Igen. Amúgy egy sima arcnak szerintem... Meg tudjuk csinálni egy kerekebben. Szerintem úgy lekapsz egy kicsit a tokájából. De innen, itt simán elvehetném még egy innen egy kicsit, és akkor abból csinálhatnál ilyen izét. Nem úgy jöttek. Jaj, de szomorú lett. Toljad följebb a száját. Azt akarom. A szája az... ez a része, azért nem ősembernek. Nem ősembernek néz ki inkább, mint egy koreai. De Andi nem koreai. Hát még. De amúgy meg, tehát szerintem pár pia után eskü, ráhajtanék. Hát már mindjárt itt életre is kell, hallod? Komolyan mondom. Te tényleg? Hát ez mindjárt kinyitja a szemét, ne csináljuk már! Mindig nem úgy megy le, ahogy én akarom. Teljesen így, majdnem így belemegy így a szemébe. Igen, tudom. Akkor miért nem úgy csinálod? Hát ide ülhetsz amúgy nagyon. Igen? Ne fenyegetőzzél! Ez már nagyon szép lett. Milyen művész vagy. Ez már komolyan mondom, tetszik nekem ez a száj. Megcsókolnám. Ha nem is teljesen 100%-ig Andrea, hát ez nagyon jól néz ki! Szerintem. Esküszöm, hát ez komolyan mondom, ez nagyon jól néz ki. Komolyan felismeri arcnak meg minden a kamera is. Hát ez itt van előttem. Hát itt van. Hát ezt nem hiszem el, hát ez. Kaják jó lesz. Lehidalok. Komolyan mondom, itt húgyozom össze magamat. Hát ez nagyon jól néz ki. Nos hát, a mi Andi fejünk ilyen lett, köszönhetően Ajdának. Hogyha tetszett ez a videó, és hogyha szeretnétek még látni a hasonló agyagos, vagy bármilyen másfajta videót, akkor nyomjatok egy lájkot erre a videóra. Köszönjük, hogy itt voltál, Ajda. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!